Bilinszky János költő közösségi profiljának a létrehozásán dolgoznak a Lázár Ervin anyanyelvhasználati verseny döntőjébe jutott diákok. A 12. alkalommal megrendezett versenyen a szervezők igazán kreatív feladatokat találtak ki a diákok számára, igazodva a mai generáció digitális szokásaihoz. Az ország több pontjáról érkeztek tanulók a megmérettetése, aminek a Szekszárdi Garai János Gimnázium adott otthont. Pető Máté a Ceglédi Kossuth Lajos Gimnáziumból jött, elmondta, hogy két csapattársa beszélte rá, hogy vegyen részt a versenyen. Az irodalom az nagyon az egyik kedvenc tantárgyaim közé tartozik, és Pilinszky műveivel eddig nem is találkoztunk, tehát nem is tudtuk, hogy egyáltalán létezett ez a író, és az osztályfőnökünk megmutatta a verseit, és nagyon tetszett mind a hármunknak, és nagyon jól éreztük magunkat eddig a versenyen, meg a feladatok is eléggé hát szokatlanok, meg eddig még nem nagyon kellett nagyon szónok vagy beszédet mondani, meg ilyen ilyesmi feladatokat még soha életünkben nem csináltunk, de nagyon jó kis program. Auerbach Anita és csapata Szolnokról érkezett, nagyon érdekesnek és izgalmasnak tartotta a feladatokat. Először, amikor írni kellett, hát azon meglepődtünk eléggé, de nagyon tetszett, illetve most ez az informatikai feladat is meglepett minket, de szerintem jól megoldottuk, legalábbis remélem. Úgy kerültünk ide, hogy kaptunk az iskolában egy hirdetést erről a pályázatról, és nagyon felkeltette az érdeklődésünket, így beneveztünk ide. A megmérettetés két fordulóból állt, az elődöntő már tavaly évvégén lezajlott, és az ott legjobban teljesítő öt csapat képviseltette magát a szekszárdi versenyen. Dr. Boronkai Dóra, a zsűri elnöke beszélt arról, hogy milyen feladatokat kellett végrehajtaniuk a diákoknak a verseny során. Az előzetes feladatokban Pilinszky János nyelvhasználatával kapcsolatban kellett blogbejegyzéseket készíteni a csapatoknak, amit nagyon ügyesen és kreatívan megoldottak, illetve egy karanténszótárt kellett készíteniük a koronavírus járvány kapcsán keletkezett új szavakról. Ezeket úgy neveztük el, hogy koroneologizmusok, és ebből egy szószedetet küldtek be a csapatok. Ez alapján az öt legjobb csapat került a döntőbe, akik részben ezekhez az előzetes feladatokhoz kapcsolódó részben új feladatokat kapnak, de mindegyik Pilinszky János költői nyelv használatához, illetve a karanténnyelvhez kötődik. Most jelen pillanatban a második feladaton dolgoznak a számítógépes teremben, ahol egy elképzelt profilt, közösségi profilt kell készíteniük Pilinszky Jánosnak, megadott szavak felhasználásával, amelyeket például a karantén szótárból válogattunk, műfaji megkötéssel. Tehát nagyon kreatív megoldásokat várunk, irodalmi mémeket készíthetnek hozzá, tehát egy kicsit ennek a generációnak a digitális tudását is szeretnénk, hogyha átadnák, illetve egy olyan világba elkalauzolnának minket, hogy ha Pilinszky ma élne, akkor valószínűleg neki is lenne egy közösségi oldala, és hogy azon milyen tartalmak jelennének meg, milyen ismerősei, barátai lennének, milyen hozzászólásokat kapna, miket posztolna. Próbálunk minden évben egy olyan költőt, írót középpontba helyezni, akinek évfordulója van, és ugye 2021-ben, tehát amikor meghirdettük ezt a versenyt, még nem a döntő évében, Pilinszky évforduló volt, születésének 100. évfordulója, és ehhez kapcsolódóan választottuk őt, de volt már Arany, Adi, tehát éppen Lázár Ervin, amikor meghirdettük a versenyt, akkor ő, tehát mindig valaki, aki vagy Szekszárdhoz kötődik, vagy pedig évfordulós, vagy pedig esetleg mind a kettő, és nyilván alkalmazkodunk mindig az adott kornak az igényeihez, hiszen tavaly, amikor nem lehetett megrendezni ilyen formában ezt a versenyt, akkor egy online szabadulószobát csináltunk a csapatoknak Mésző Miklós költészetéhez kapcsolódóan, és az is nagy sikerrel zajlott, és ugyanolyan, ha nem is teljesen ugyanolyan, de nagyon hasonló élményt okozott a csapatoknak, mint hogyha itt lettek volna Szekszárdon. A megmérettetésen résztvevő 15 diák az ország különböző területeiről érkezett, a legmesszebbről a fehérgyarmati csapat tagjai jöttek. Nyilván akinek van érdeklődése, affinitása ehhez, és akinél a felkészítő tanár is úgy gondolja, hogy főként a kreativitás és a nyelvhasználat az erőssége, mert ez egy olyan verseny, amire úgy nem lehet felkészülni, hogy meg kell tanulni dolgokat, hanem az a tudás, amit szerez az iskolában, illetve szakirodalmat nyilván adunk, de a rátermettség, a szövegalkotási készség, kreativitás és mindenféle olyan kompetencia, ami ezeknek a feladatoknak a megoldásához szükséges, az inkább készségjártasság, és nem feltétlenül
feltétlenül tárgyi tudás. Azt azért látom, hogy évekkel ezelőtt többen jelentkeztek, tehát több csapatunk volt az elődöntőben, és jobban meg kellett válogatni, hogy ki jut a döntőbe, de ezt én úgy gondolom, hogy abszolút az utóbbi két év digitális helyzetének köszönhetően érzékeljük így, mert ez a két év azért, amikor az emberek nem mentek el sehova, azt gondolom, hogy az egy kicsit a motivációt lecsökkentette, és szívesebben vesznek részt. Én a felsőoktatásban is ezt látom olyan konferenciákon, ahol mondjuk online részvételi lehetőség van, és kevésbé szívesen utaznak el az ország másik felére személyesen. Úgyhogy egy picit csökkenő tendenciát azért látunk, de reméljük, hogy ez majd a későbbiekben növekedni fog megint, mert itt nem csak az a cél, hogy versenyezzünk, hanem az is, hogy Szekszárdot egy kicsit megismerjék a távolabbi területeknek a diákjai is, vagy akár felnőttek, mert a kísérőtanárok is mindig jönnek, őket is vendégül látjuk, egy kis városnézés is szokott lenni, vagy egyéb más program, és hát vannak olyan csapatok, akik évről évre tényleg most már a 12. alkalommal itt vannak, tehát egy kicsit ilyen közösségformálás is a célja ennek a versenynek. A versenyt a budapesti 7. kerületi Madách Imre gimnázium diákjai nyerték meg.